ez a tűzre tattak lámpa? Ez a kislány még a tavalyi nyílt napon látogatta meg a hét színvirág tagovodát. Remélhetőleg a veszélyhelyzet elmúltával szeptemberben újra járhat majd kedves óvodájába, legkisebb társaival együtt. A szülőknek most kell dönteniük arról, hova szeretnék iratni gyermekeiket a 2020-21-es nevelési évben. A beiratás rendje azonban a veszélyhelyzet miatt megváltozott. Erről Szabó Péter polgármester beszélt sajtótájékoztatóján. A szülőknek április 2-a és április 17-e között kell jelezniük elektronikus úton, hangsúlyozom, vagy telefonon, tehát nem személyesen, a beiratási szándékát az általuk választott óvodába, intézménybe. A szándéknyilatkozaton fel kell tüntetni azt is, mely intézményt, tagintézményt és melyik csoportot választaná a szülő. A Benedek Elek óvoda esetében Bosnyák Zoltáni óvoda vezetőnél a 75-830-407-es telefonszámon, vagy a benedekelek@pax.hu címen, a Napsugár óvodára eső választás esetén pedig Molnár Adrián vezetőnél a 75-830-167-es számon, vagy a Napsugár@pax.hu címen várják a szándéknyilatkozatokat. Ezt követően az óvodák felveszik a kapcsolatot a szülőkkel adategyeztetés céljából. Akik nem adnak le szándéknyilatkozatot, azoknak a gyermekeit a kötelező felvételt biztosító óvodák veszik fel, szabad helyeik függvényében. A felvételről április 30-áig értesítik a szülőket. Amennyiben az óvoda köteles gyermek a szüleivel külföldön él, akkor is jeleznie kell ezt a tényt az oktatási hivatal számára, be kell jelenteni. Az oktatási hivatal honlapján, ugye www.oktatás.hu menüpont alatt külföldi távozás bejelentése céljából van egy ilyen menüpont. Itt kell ezt megtenni, és ezt a elektronikus kitöltést követően a kérelmet aláírva vissza is kell küldeni az oktatási hivatal címére. Szabó Péter azt is elmondta, kérdés esetén a polgármesteri hivatal munkatársai is rendelkezésre állnak. Debreceniné Polgár Esztert és Péterné Iker Ivettet kereshetik a szülők telefonon 8 és 16 óra között.